A jövő mezőgazdasági gépének, a mezőgazdasági drónnak működését, felhasználási lehetőségeit és formáit ismerhették meg az érdeklődő gazdák az RMGM Maros szervezésében létrehozott két esemény által. Mezőpanitban több fiatal gazda is érdeklődik a modern technológiával rendelkező eszköz iránt. Mezőpaniti termelők egyesülete vállalta fel, közösen az RMG Maros és az Agrodontech céggel, ugyanis ők lettek a kiemelt tulajdonosként az esemény fő témája, mert ugye ők hozták az eszközöket, amivel a hátunk mögött lévő területen bemutattuk a mezőgazdasági drónok használatát, egyben egy levéltrágya kiutatást mutattak be. Egy helyi községbeli gazdának a területén mutattuk be. Igaz, hogy nehezen ment a szervezés azon része, hogy na, hát rávegyük a gazdát, hogy igenis ez fontos, mivel egy idősebb korosztályról beszélünk, de büszkén mondhatom el, hogy a fiatalok nagy érdeklődéssel vettek részt, kérdezősködtek, és azt jelenti, hogy van rá érdeklődés. Ma a drónokat már nem csak felvételezésre lehet használni, hanem akár munkába is lehet fogni őket. A nagy földterülettel rendelkező gazdáknak megéri befektetni, vagy éppen pályázni a modern eszközre, ugyanis ultramodern technológiai felszereltségének köszönhetően több munkaformára is alkalmas. Kétféle drónt mutattunk be, egy terepfelmérő, növényegészségügy állapotfelmérő drónt multispektrális kamerával. Ez a kisebbik volt ilyen 1,5 kilós. Ennek nagy az autonómiája, egyből nagy területet, 20-30 hektárt is fel tud mérni, ez olyan fél órát képes repülni. A másik kategória pedig a permetező drónok, ami úgymond igazából felhasználja az előbbi drónnal felmért területet, és annak függvényében kellene a veszélyt kiszórja bizonyos differenciált mennyiségben. Tehát a növényegészség állapotától függően egyes zónákban többet, más zónákban kevesebbet. Ezek a gépek centiméteres pontossággal alkalmazhatóak, továbbá a nem járható földterületeken is képesek elvégezni a munkát. A gazdák felelőssége csupán abban áll, hogy tudatos döntést hoznak megvásárláskor. Most itt persze a felelősségünk ott van, hogy akkor nézzük meg, hogy ez mondjuk mekkora területen gazdaságos, milyen kultúrákban, ki az, aki esetleg ebbe beruház, kinek érdemes megvenni, vagy esetleg pályázaton keresztül beszerezni, de mindenféleképpen egy olyan lehetőség, amire én azt mondom, hogy már rég vártunk, amit mi is őszintén szólva rég keresünk, és ám itt van. Az AFIR-nál már lehetőség van pályázni erre az eszközre. Beszerzése megfontolandó, ugyanis akárcsak az élet más területén, úgy a mezőgazdaságban is a modernizáció hozhatja a fejlődést.